Üdvözlök mindenkit. Hát legutóbb mégis nem volt felesleges semmi, amit csináltunk, csak nem minden tervünk sikerült úgy, hogy szerettük volna. Mert végül is megcsináltunk olyan dolgokat, amit egyébként is már régóta meg akartunk csinálni, meg felvettük a kohókat, ugye kiürítettük, ki kellett üdíteni, és felvettük, lefestettük, leraktuk. Szóval valójában már ezeket régóta meg akartuk csinálni, most viszont meg vannak tömve szépen, tehát most tudnak dolgozni, tud benne égni a vas és a az agyag, úgyhogy gyakorlatilag teljesen sinem vagyunk, időben is most jó, mert ez a 2 óra 8 perc, egy dolgot vettem viszont észre, hogy ja, hát néha beszélek és rossz helyetettem, és amikor vágtam a videót, akkor vettem észre, hogy jáj, én már megint rossz helyetettem valamit. Na, akkor viszont ott tartunk, hogy magunkhoz vettünk dolgokat, ugye itt van a pénzünk, meg még ugye egy kis arany, amit még találtam, lőszerből, ja hát ez a lőszer ez nekem nem kell, mert hogy ez egyelőre még nincsen. Nem sok híja van amúgy, igen, ebből viszont jó, hát van valamennyi, szerintem nem kell, 189, jó, most lehetne amúgy sokkal több lőszert vinni magunkkal, de nem nagyon kell. Ezt azért kicserélem, ezt a kettőt, mert hogy hát azért, hogyha látunk valamiket, hogy szétszedjük, akkor szét fogjuk szedni. Jó, és akkor én arra gondoltam, hogy elmegyünk, akkor legelőször be is jelölöm már, hogy és akkor itt átmegyünk ide, itt ezt a trédert megnézzük, nagyjából ki fog nyitni, ha nem, akkor még előtte itt egy kicsit rendezkedünk, aztán ezt a trédert, és akkor jövünk erre, és így megyünk egy ilyen jó nagy kört, és végig elvileg, ha minden igaz, ezzel a mocival remélhetőleg végig tudjuk járni a teljes utat, és akkor ráadásul még, hát remélem, hogy olyan gyorsan fogunk majd menni, itt azért nem nagyon merem nyomni, mert nehogy neki menjek valami kőnek, vagy itt vannak itt ugye mindenféle ásványok, vas, meg egyéb, de majd aki leszünk az úton, azért jobban merem majd nyomni neki, és azért remélem, hogy nem is kell kivágjam ezeket a részeket, úgy eddig régebben kivagdostam, de most szerintem fogunk úgy haladni, hogy ne kelljen. Csak ezeket tényleg nagyon nézem, mert rettentően sérülnek ezek a mostani járművek. Ezt kipakoltam, jó, ennek annyira örülök. Na, ezt is már azért sikerült kipakolni. Jó, itt is majd, de ez itt van közel, most nem akarok ezzel foglalkozni, de majd itt is ugye azokat a járműveket, ami nem ilyen, mint ez, hanem az olyanokat, ami nem lootolható. Hát, mint például ez is. Ezeket majd szétszedjük. De most megyünk be először a városba, és akkor majd a távolabbi területeken levőket esetleg majd nekiállunk, és akkor szétkapdossuk. Bár ennyi erővel végül is ezeket is lehetne. Jó, ezeket így megbeszéltem most. Jó, akkor viszont találtunk ilyen autókat már most is, vagy bárhol, akkor nekiállunk, gyorsan szétkapkodjuk, mert ugye kellenek ezek, láttuk a előző részekben. Annyira megy a motor, hogy nyomtam ám a féket, csak akart leállni. Na szóval, hát ugye láttuk azt, hogy hát sajnos kellenek rugó, az például ebből máshonnan is lehet rugót szerezni, meg mechanikus alkatrészt is, de azért ezek az autók, ezek amúgy is, akit útba vannak nekem, mert megyek itt gyorsan, neki megyek, vagy valami, szóval ezek itt tök feleslegesek, lootot se adnak, úgy értve, hogy de nem lehet lootolni, maximum így szétszedjük. Azt nem tudom még, ugye van olyan mód is, amivel meg lehet azt csinálni, hogy loot, nem rosszul mondom, szóval olyan, ami autó respawn, tehát amivel az autók is, hogyha így szétszedem, akkor visszajöjjenek. Ezt előszeretettel szokták alkalmazni, mert hogy csak simán lootoltuk. Mert hogy hát az a baj, hogy véges, és utána elfogynak így az autók egy idő után, hogyha az ember így, mert akkor onnantól kezdve ezeket is szét lehetne szedni, hogyha szét akarnánk. Így meg nem szedem szét, mert akkor ugye nem lootolható többet, hogyha már eltüntettem onnan, úgyhogy megnézzük ezt a kis ládikát. Ebben van még valami? Hát ezeket elvisszük, ezt a kis pár, három darab kis vacak. Hát itt
is azt hiszem, hogy... Ja nem, itt mindegyik lootolható, nem? A középsőről így... Igen, mert olyan törött az orra, amarról jöttem, és úgy valamiért azt gondoltam, hogy az nem lootolható, hanem az egy ilyen törött autó, de nem, ez is... Jó, hát ezekért így megállunk, ha már így esett, időnk is van, mert még csak 3-4 van. És akkor látok innentől, nekem be kéne jelöljem, hogy hova is megyünk, oda valahova. De azokat az autókat, lehet, hogy azokat is megnézem, most keresgélünk, mert hát ha találunk. Hát meg ezekért a kis ingyen cuccok, amik itt jönnek, azért lehet, hogy megéri tényleg. A kis ingyen cuccok. Hát jó. Hagyjuk. Menjünk az úton? Mégis menjünk az úton. A kis traktort is nem szedem szét, mert jól mutatott. Hát lehet bemegyünk a lőtért még, az gyorsan egy ilyen gyors loot keretében, speedrunba lehet, hogy végigszaladunk rajta, bár nem hoztam olyan sok lőszer, és ezt itt vége van az útnak, vége. Oh man, és neki mentem. És hát nem hoztam olyan sok lőszer, tehát ezt ugye úgy szoktam én is ilyen lopakodva megcsinálni, hogy ne kelljen olyan sok lőszer, de azért, hogyha rám rohannak, akkor viszont kelleni fog. Hogy vagyok? Ide is amúgy, hát itt nem, ja, ebben például nem voltam fent, hát ebben is van egy elég jó loot ott fent. Egyes piszt, nagyon jó loot van benne. Itt látok valakit. Ez hogy hallod meg ez. Amúgy nem nagyon értem, hogy tudnak, hogy ezt kinyitottam. Az lehet egyébként. Vissza kéne pörgetni, hogy most ez mitől is jött ez az izi, de lehet, hogy attól, hogy ezt kinyitottam. Már lőttem, azt még nem hallották meg. Hát lehet, hogy úgy volt. Jó, ott vannak a malacok. Ezek a malacok mennyi mindenkit megöltek. Jó, hát figyelj. Nekem kéne egy kis kés is a kezembe, hogy legyen egy kis kés, a kis kés itt. Most átpakolom itt a dolgokat. Jó, lenne már egy jó kis macséta is. Megnézzük, hogy ki van, mert most lehet kígyó is, de lehet ember is. És meglepetésünkre senki. Micsoda meglepetés, nincs senki. Ezeket a rothadt húsokat visszük, mert aztán majd egyszer főznünk is kell majd otthon, mert most egyszer csináltam nagyon sok kaját, de most kelleni fog. Kelleni fog előbb-utóbb. Nem is tudom, hogy még van otthon, vagy összesen ennyi van, vagy van még a ládában, nem tudom, de mindegy, majd otthon csinálom. Oh, mami! Oh, mami blue. Azt a rohadt. Hogy ment így mellé? És nem hiszem el. Na jó van. A fenékbe lövöm a fejét. Ha a fejét nem sikerül. A
rárántottam. És a mami még él, az nem gatyázik, az túlél mindent. Ennyi? Hát nyilván szőkére lemegyek, megnézem mamit, hogy... De nem ad vissza. Ez nem olyan fajta. Nem olyan fából faragták, hogy csak úgy visszaadjon nekem nyilvesszőket. Ezt viszont ott tudtunk, hogy ezeket szétszedem, mert ad egy kis mechanikus cuccot, az viszont nekem most kell. Most viszem ezt a sok marhaságot viszem magammal, de hát ameddig bírom, majd bepakolok a motorba is. Hoppá! Ide se a nyilvesszőim, azok, hát tudja a fene, hogy hova lőttem az előbb. Én eski úgy láttam, hogy fejbe lövöm őket, de nem, valamiért nem. Nem hagyta magát fejbe lőni. De halkabb nyilvesszővel. Igen, ez a lopakodásból lövés, ezt tudom ajánlani mindenkinek, mert ezzel nagyon halkan és nagyon könnyedén ki lehet nyírni az ellenfeleket, erősebbeket is, a zöldeket is, meg mindenkit. 5.52, egy kicsit belehúzunk, mert közben az idő megtelik, itt csak szórakozok, aztán az idő megtelik. Pókok szoktak itt, ez ugor le, hát ennyi eszetek van, komolyan, hogy... Hát jó. Ezeket nem tudom, hát ezek mindig leugranak. Nem tudom, hogy csinálták meg ezt a területet, de hogy nem így kéne, hogy jöjjenek, vagy nekem nem itt kéne, hogy feljöjjek, de hogy ezek miért ugranak le, miért nem úgy programozták őket, hogy odaugorjanak, mennyivel vizesebb lenne, de nem. Jó, nézzük, meg kaptam valami könyvet is, ja, sőt még egy könyvet. Hunter Journal, jó, tisztelek a több damage a macikra. A macillacikra. Hát nem tudom, majd ezek a kövek meg ilyeneket, hogy akarom-e vinni. Jó kérdés. Ugrás. Hát nem ez volt életem lútja. Na, akkor úgy tudom, hogy szemét halom, de ez nekem ez nem szemét, ez nekem kincs. Kincs ez a darab kenyér. Álljátok, most el vagyok tévedve, hát hogy? Ja, hogy ott én a másik oldalon vagyok, jó. Jó, hát most már idő van, mert 6 óra elmúlt, oké. Meghódtam, biztos meghódtam, mondták a süsű a sárkányban. Ez itt ez a böri, és a böri után, hát ebben a böribe is egyszer, ez majd egy külön program lesz, hogyha egyszer ellátogatunk a böribe. A kerítés. Mondtam egyszer, így beszélgettünk, és mondtam így fiatalabbaknak, hogy megyek toronyiránt, és akkor itt nem értették, hogy most mit mondok. De hát ugye ez régen, hát mindegy, hogy erről is, mindegy, hogy merről megyek, amúgy ez itt nagyon jó. És hát ugye ez a templom torony volt az, ami hát mindenütt látszódott ugye a régi világban, hát az volt, nem voltak emeletes házak, mint manapság, hanem... Ki vagy? Most emiattad vissza kell ide jönnöm. Mert nem szeretem a zajongást. Na és hát, és akkor elindultak így, hogy ott a fejem közep előre, ott látok egy kimagasló pontot, és akkor ugye elindultak torony iránt valamerre. Legalábbis én szerintem ezt jelenti. You're not bringing counterfeit money in here, are you? Szóval is kinézünk egy pontot, és akkor halljátok ezt az aranyat, ezt már el is passzolom tesónak, militárisat, pénzt,
ami olyan, hogy Rifle, Steel, Tulpa, mondjuk nem akar, na mindegy, elviszem, nem tudhatom még, hogy, hogy én még azt akarom-e, vagy nem. Hopseed, na jó, ezt most hazavisszük. Jó, megnézzük először a igen. Már komlót akartam mondani, de na, szóval megnézzük a könyveket. Ez most... Ja, de várjatok, ez most úgy meglett nekem, hogy észre se vettem, ezt megnézzük már, mert lehet, hogy ezt csak elbeszélem ezt a dolgot, de most akkor hol van a pisztolyok? Ja, hogy igen, mert egy könyv hiányzott. Ja, az nem figyeltem, hogy ki írta nekem, hát meglett az ötös desert, ohó. Hazamegyünk meg, legyártjuk. Az jó, oké. Jó, hogy azért nem tudtam már megvenni, mert néztem, hogy miért nem tudom, hát azért nem tudom, mert hogy már, vagy hát, persze meg lehetne venni, csak már ki van nyitva a könyv, és már nem érdemes megvenni. Hát igen, egy hiányzott. Azt nagyon dobálta, de lehet, hogy az ír is a handgun, mert ugye arra tettem pontokat. Szóval ez egy érdekes dolog, és lehet, hogyha én a géppisztolyra teszek, akkor lehet, hogy azt, azokat a könyveket dobálta volna jobban, de én az íjazásra tettem, és a... Hát most már próbálok azért oda is figyelni, hogy mit csinálok, mert... De, szóval, tehát, hogyha én másra tettem volna, lehet, hogy azokat adta volna. Itt van a Solar Bankunk, ugye ez kell nekünk a... Hát ez a tartója végül is a napelemnek, csak maga a napelem, azt nem árulják mindig, meg van úgy, hogy ugye olyanokat árulnak, ami rosszabb, tehát ilyen kettes, hármas, vagy valami, de hogyha egy ötös, hatos lenne az ember, az meg már tényleg mocsok drága, és jó, hát itt nem nagyon jártunk sikerrel. Ők még reménykednek a sikerükben. És nem adod vissza. Oké. Na, bejelöljük mondjuk a Jenhez, vagy Jen, nem tudom ki. Erre menjünk. Látunk a belvároson. Az nagyon jó lesz a kis dezert, csak kéne bele még egy hangtompító, mert az is akkor átszól, akkor átdurran, hogy... Ott viszont látok egy teherautót, azt... Hát ha már most... Ha megláttam, akkor szétszedem. Benzinkút, nem látom minden, de ez egy ilyen romos, nem? Vagy, ja, de le van szakadva mindene. De most nem is akarok nagyon oda bemenni. Ez meg ugye nem is ad benzint se. Ez lehet, hogy ad. Aha. Jó, nem akarom már ezekkel húzni az időt, hogy ide bemenjek, mert akkor nem fogok körbeérni, és én most még körbe szeretnék érni. Csak hogyha nagyon-nagyon muszáj, akkor tényleg így... Hát lehet egyszerűbb leugrani. Ezeket meg lootoltam, az a baj. Egyszerűbb lehet leugrani, nem is állok meg itt akkor. Mert az a baj, hogy megy az idő vele, hogyha én itt így megállok állandóan. Hogy gyerekek, baj van? Hogy megyünk itt ki? Bejöttünk a csőbe. El tudunk itt menni. Parking, hát mondjuk parkoló, nem csak autó van ment. Gondoltam így hirtelen megláttam a feliratot, hogy oda megyek majd, aztán szétszedek, mennyi autó. Nincs is ott sok autó, úgyhogy... Ez már, elvileg itt vagyunk, nagyon közel. Ha jól jelöltem be, de ez szerintem igen, jó lett. Igen, csak én itt a múltkori, hát nem tudom mikor is tekerektem erre utoljára. És... Hát nem tudom, itt volt autó, amit nem tudtam újra, mert még üres volt, szóval...
még megnézhetjük ezt is, de érdekes, nem üres, tehát szóval azért mondom, valamikor még nem olyan régen járhattam erre. Jó, ez pedig már most itt van, most már tudjuk is, hogy hol járunk. 84%, tehát valamitől azért így sérül közben, de nem számít különben, mert majd megjavítjuk. Apá, ezt rosszul lőttem el, várt ki a végét. Ezeket a kapukat, ami itt van, ezeket olyan régi, tehát a régebbi változatú kapukat, annyira szépen. I am so glad to see your face. I get lonely sitting by myself. Szia, nagyon örül, hogy látja az arcomat, a fejemet. Hát, zombi apokalipszisbe elhiszem, tehát itt már mindenki örül mindennek. Ezt megveszem, ezt a három wiring erőset, mert akkor robotic drone karbó mód. Ezt azért veszem meg, mert kelleni fog majd, hogyha én csinálok drónt, arra hajtok, hogy legyen, csak ahhoz viszont nem lesz baj, hogyha fogok tudni ilyen kis tárolót csinálni bele, mert akkor az is még egy plusz tároló, és akkor több mindent tudok vinni. És akkor, amikor kell a drón ilyesmire ilyen hurcolászni, akkor kihajítom a zsebemből, és akkor hozza viszi a cuccaimat. Mindig nem szeretem egyébként, a kint van a drón, mert itt kopog mögöttem, meg elébe áll, meg olyanokat csinál, hogy tényleg nem szeretem, hogyha mindig ott van. Lassan nézem, mert közben beszélek, és lassan, ja, ez a vége volt, már nincs tovább. Well, you just brightened my day. I'm glad I could help you. Hát ez, igen, ezeket elolvassuk. Mert ezt is, megnézzük majd, hogy ez hogy áll most, de ugye nekem az elektromosság. Úgyis hát ez volt a legfontosabb. Ebben mi van? Mondjuk kelleni fog, hogyha egy drónt akarok gyártani, akkor kelleni fog nekem ez a motion, vagy meg kell vegyem, tehát ez a kettő között, akkor még mondjuk 9 darab kell, de hát mindegy, hogyha lesz, akkor esetleg, sőt, ilyen taposó kapcsoló, ez valójában olyan is kelleni fog. Jó, akkor még, igen, akkor még arra azért gyúrunk egy kicsit, teszünk rá. Megnézzük itt a könyvesni, hogy nagypapának az italát, de itt most nem látok olyan italt, ami nekem kéne. Igaz, mert ez nem az, mert ez melee damage, ez barteringre ad nekem 20%-ot. Tehát, hogyha olyan dolgot, ilyen nagyértékű dolgot veszek, akkor el kell olvassak egy ilyet, de nem akarok most egyenlőre. A régi kapuk, azok úgy működtek, hogyha kétszer rányomtam így nyitáskor, például itt, akkor nyitódtak és csukódtak is. De ezek a kapuk nem működnek így, viszont van egyfajta kapu. Most meg kell megint nézni, hogy merre megyek. Hát valahogy mindegyik át megyünk valahogy. Amarról kell, meg kellett volna fordulni, szerintem ott lett volna a jobb irány, de mindegy most már. És tehát most van az a fakapu, ami... Hopp! Szerencsére ez nem vett le a motoromból. Tehát annál működik ez a fajta nyitási módszer, de ezeknél az ilyen fém kerítéses valami, ezeknél nem így működik sajnos. Az jó dolog, mert akkor nem kell megvárni, az ember csak így nyom egy dupla nyomást, és akkor megyek be már. Wow! Ja, hogy egy checkpoint, hát igen, ezt majd egyszer. Hát 10-27, úgyhogy... 10-27, úgyhogy... Jaj! Basszus, gyerekek, ezeket kéne innen összeszedni. Ezeket kell innen összeszedni, mert... Úgy neki rongyoltam most is. Hát, ha nem lesznek itt legközelebb.
Elvileg ezeket nem rakja vissza. Nagyon remélem. Viszont adja nekem az a mechanikus alkatrészt. 84. Szerencsére ez sem ide. Én lehet, hogy félre kaptam a kormányt, vagy nem tudom, hogy teliben rongyolom, akkor szerintem törik. Törik mind a kettő. Ez is, az is. Hát igen, mondjuk azt az autót meg lehetett volna nézni, de mindegy. Itt is. Megnézem ezt a pirosat. Az ember mindig reménykedik valami lootba. Ezt még én hagytam itt a múltkor. Hogy van ez még mindig itt? Üzemanyag 81%, mondjuk nyomom a gáz neki, tehát shift-tel, supercharge mód van benne, és hoppá, még mindig forog a kereke, megbolondult, ezt szét lehetne szedni. Mondjuk azt is szét lehetett volna. Jó, hát járunk még erre majd. Ami itt maradt majd. Van elég sok vas, ólom, nem csak olajpala. A sivatagban, sőt lehet, hogy nitrát is van, nem is tudom majd. De nem, itt, ez elég messze van most tőlem, hogy én most ezért ide eljöjjek, mert ezek vannak a zöldbe is. Olajpala nincs a zöldbe, tehát azért nem nagyon tudok ott mit tenni. Hát nem tudok fékezni vele, tehát itt le kell ugorjak, ez a leggyorsabb megállási módszer. És akkor a motor is megáll. Hát 32 mechanikusnál járunk, azért jó, de ezeket fel kell valahogy kicsit tölteni a készleteket, mert nem tudunk nagyon mit csinálni vele. Muszáj feltölteni, ezt majd ennek a szétszedésére is kell majd még pontot tenni, mert ez így nagyon lassú. Itt is. Hát most van nálam ilyen szendvics. Ez érdekes, erre... Nem tudom mikor jár, meg se állok akkor ezeknél, tehát hogyha már néztem. Maximum, hogyha ilyen szétszedős, mint ez. Forog a kerekem mindig a motornak. Megnézem, empty. Ja. Már most már megállt. Ezek a bevásárló kocsik, ezek tudnak, ezek ugye annyira pici, és ugye nem látni messziről, hanem ez úgy spannol ide az ember elé sokszor, hogy már úgy későn is egyszerűen nem, mert kicsit nézelődik az ember, hogy annyira könnyű neki menni ezeknek, úgyhogy egy bevásárló kocsi nincs. Nem szeretem az utakat. Ez viszont ahova megyünk, az elvileg itt lesz nekünk. Elvileg itt lesz nekünk ennek a... Hát ahogy megyünk be, igen, ott van velem szembe. Ó, valami préri kutya meg neki ment a kaktusznak. Dél van. Jó, hát lehet, hogy kicsit gyorsítani kell ezen a tempón, mert tudja a fene. Lehet, hogy ezek a szétszedések, ezeket kicsit ritkítani kell majd. Nem állok már meg mindenhol, majd jusson. Ha jut ilyen szétszedésre, majd lehet, hogy máskor is, mert így még nem fog körbeérni. Hogyha így. Tényleg még amott is volt egy... Meg hát ezek a dolgok itt közbe jönnek, és akkor itt már mindjárt buknak a dolgok. Mert hogyha... Lehet, hogy arrafele kell egyébként menjek. Majd megnézem. Na, ennél, hogyha dobok egy dupla gombot, akkor ez besugódik. Empty, tehát itt valószínűleg, hogy ezek itt ilyen empty-sek nekem. Let us visit for a while. Na nézzük, mit van.
Shooting taktika, sniper. A sniperes könyvet ezt lehet elviszük. A headshotnak van esélye, hogy lesztannoljuk az ellenséget, és nagyobb esélye a... Ja, ugye, igen, sniper kapcsolatban. Thank you, survivor. Check back soon. I get new merchandise daily. Jó, de azért átnézzük a többi dolgot is, amit van, csak ezt azért... Nem tudom, amúgy, hogyha így mondogatom, hogy nekem kéne egy silencer, akkor ezt megérti? Megérti a mesterséges intelligencia, hogy mi kell nekem? Csak nem akarom elnézni már, mert hát így is lehet, hogy elfogom, de próbálom, hogy ne nézzem el. Na akkor innen viszont mi el kell, hogy menjünk idáig. Jó. Jó, megpróbáljuk úgy, hogy... Most egyszer nyomtam csak. Te voltál, aki a múltkor... belém haraptál. Emlékszem rád. Eldőlt, mint egy zsák. Mint Jacques Cousteau. Ja? Emlékszik valaki, ki volt Jacques Cousteau? Volt generáció még annak idején, hát rengeteg sokat vetítették, ahogy búvárkodott, és három generáció nézte egyszerre, mert akkor ez még egy ilyen nagy kuriózum volt, és akkor nézték a nagymama, nagypapa, a szülők és a gyerekek. Három generáció ott ült, és nézték, hogy azt a lemegy a cápák közé, azt. Az elég jó lehet azért haladni. Mondjuk még ha látni is lehetne valamit, az tök jó lenne, mert amúgy elég jó kis köd van. Hopp, várjunk csak itt alul, mert hogy ez le van szakadva. Igen, le van szakadva, de azt hiszem, hogy... Várjunk, azt meg elfejtettem megnézni, hogy... Ó, most meg már eljöttem eléggé. Hát igen, ez most egy kicsit... Na várjátok, itt vagyok. Menjek el ide. Ó, francba. Na mindegy. Menjünk el ezért, azt utána megpróbáljuk elmenni, mert abban is vannak jó dolgok, ne hagyjuk már ott. Ezt az életben nem fogom megtalálni többet, hogy hol is van, mert utána nem jelzi a térképen, utána már csak akkor jelenik meg, amikor ott vagyunk a közelébe. Ott vagyunk végül is gyorsan, tehát nem, ezért csak egy kis, hát muszáj, most egy kis cikcakba, zigzagba megyünk. Adott egy kis kaját. Ez mi? Farm bundle. Az hazavisszük, az jó lesz. Ezt kinyitom. Rifle. Bow. Oké. Néztem, mit kaptam. Bow hunter. Ez mi? Ez egy kis verekedős. Na, jó, ezt hazavisszük. Ez, az viszont jó lesz. Ez military. Az a tradernek lesz jó. És akkor visszamegyünk valahogy itt az útra. Hát, igen, valahogy ide vissza kéne. Valahogy oda vissza kéne menni, úgy, hogy ne menjek nagyon be a... Igen, itt van a kiégett terület mellettünk, és a kiégettben nagyon rossz motorozni, mert ugye ott tel is tele van minden szeméttel a... Itt is neki megyünk, csak ott ilyen vasdarabok vannak, meg kövek, meg mindenféle, aztán ott rosszabb úgy mennek. Hogy elnézem, vezet itt út, ja, de mondjuk... Oké. Okay. Jó, és akkor innentől már megint lehet menni úgy, ahogy akarok.
Mennyi az idő? 14 óra. Hát még, oké. Okay. Még most azt mondom, hogy időben vagyunk. Hát este 10-re, 10-kor fejeződik be, otthon már voltunk, hát akkor itt még van ez a város, ez a kiégett, ebben két trader, van a Havasban, a nagyvárosban is két trader, és még plusz még egy kisebb városban is még egy trader. Hát most ez a kérdés, igen, ezeket, hogy ezeket mindet végig tudom-e járni. Nem, tényleg nem áll, akkor most nem nagyon állok már meg, most szedtem szét autókat, lett pár alapanyag, meg minden, de szerintem majd nem tudok átmenni, várjátok, hogy gond van. Hát ezeket mondtam, hogy itt olyan nehéz ezek között lavírozni. Lehet lootolni, még a pénzzel is kicsit húzódik az idő. Baj, most már nem kell az a könyv se. Hoppá! Ezt itt hagytam a múltkor, mert nem bírtam elvinni. Itt viszont sokkal jobb a loot, tehát itt azért lehet érdemes, hogy tényleg így az autókat is nem véletlenül állok meg. Hogy itt ami volt, ez semmi, itt ami volt lőszer már nincs, ebbe visszajön viszont a lőszer, ez adott, ide se jön vissza alulra a lőszer. What do you need? Egyen meg, hogy milyen valósiásan, nem akarom, csak tényleg ilyen, what do you need, milyen ízesen mondja nekem, Bowhunter, azt megvesszük a kettőt. Elektromos csapdák, azt is meg kéne, azt viszont meg kéne vegyem, a jó. What do you need? Aztán, igen, ilyen mod, az szerintem az van otthon, én úgy gondolom. Jó, nem vagyok benne biztos. Mit, melyiket akartam itt eladni? Valamit el akartam. Vagy csak a Rocket Launcher esett, az tuti. És... ja, meg itt a militári, mert olyat se fogok, az se kell. Ja, meg hát szerintem ezeket is eladom, mert... Time to move on! Oké. Ideje menni, azt mondja. Jó, oké. Okay. Crossbow Quality 2. Ideje tovább mozduljak. Ezt még nem néztem meg. Jó, ezt is megnézzük. Na nézzük, hol a következő? Vagy várjátok, hát itt a másikat meg se találtam még eddig. Hát akkor most nem is fogom keresni. Valahogy nekem úgy kéne menjek, hát valahogy, hogy ez a kivezető út, tehát odáig kéne elérjek. Hát próbálok egy alternatívabb útvonalon menni, de oda kell, mindenféleképpen oda kell elérnem. Úgyhogy hát megpróbálunk úgy menni. Nem is tudom, hogy látom jobban. Ja, a fene. Az évők egy kicsit így megpróbálok felfele, mert hogy ez is ott a város másik vége. És hát, ha esetleg mégis valahogy itt valahogy mégis tök véletlenül rátalálok arra a traderre, de jajajajaj. Hát, ha rátalálok itt, hogyha ilyen alternatív útvonalon megyek. Mármint, hogy erre még nem jártam soha. Itt egy rendőr, azt most hagyjuk. Oh no, nem hiszem el. Ó, gyerekek, ezt nem hiszem el, hogy... gyalog kell átjönnöm, mert nem tudok átjönni már. Az ott mi? Az nem az. Na jó. Ó, itt meg van egy könyvtár. Ó, az nagyon jó. Nagyon jó, hogy megtaláltam. Ez nagyon jó, hogy megtaláltam. De most...
De most nem könyvtárazunk. Bár nagyon jó. Valahogy itt csinálunk itt ebből egy mentést. Csinálunk itt egy mentést, már pedig, hogy... Ja, ez szerintem... Ez itt egy könyvtár. Milyen... Mit adjak neki, mondjuk így ilyet? Jó. Az meg... Nem tudom, azok egy posta, vagy nem tudom mi. Az anyja mindenét, ám 81, nem tudom, mindegy, sérül, de próbálok itt fékezni, vagy akkorákat fékezek, hogy nem hiszitek el. Jönk itt is, hát itt a város szélén próbálok már elmenni, hogyha apád itt már nincs út. Akkor ez nem jó, nem jó felejöttem. Tök jó, hogy így el vagyok tévedve a városban. Na de hát mindegy. Nem mindegy, de mindegy most már. Mert ott mutatja, hogy merre fele kéne amúgy menjünk. Az utat nem találna. Vagy ez meg víz. Ez itt víz. És nem is kicsit, ez mély víz. Ahogy elnézem, ez elég mély víz. Ebben nem kéne belemenjek. Apa. 81, még nem lett rosszabb. Azt hiszem, az a magas torony ott mi? Az ott nem egy... Az nem lehet, hogy az egy trader. De ez egy trader lenne? Hát az nem. Az nem, nem az. De szerintem az. Ó, megtaláltam egy trader. Oké. Okay. Ezt eddig nem ismertem ezt. És kört bezárni. Hát nem baj, legalább ezt is megtaláltam. Ez is egy valami. Most ezt a fajta trédert én ismerem. Ja, biztos ismerem, csak nem jó fele. Amott kellett, normálisan ott kellett volna bejönnöm, vagy nem tudom. Csak ilyen alternatív útvonalon jöttem, és így meg aztán abszolút nem tudom, hogy hol járok. Jó, itt van valami alul, vagy ezek csak ilyen kis autó. Ja nem, itt ez még van. Jó, menjünk. Menjünk felfele, ebben van még kaja. Menjünk fel, mert ennél még, hogy nem jártam még soha itt, mint tele vagyunk könyvekkel egész biztosan. És olvasom, csak gyorsan szedem ki, hogy tudjunk haladni utána. Majd megnézzük, hogy megnézzük, mit van. Nem jártam még itt soha, elnézést, jó napot kívánok. Handgun magazin, ugye az nem kell. Tech Planet, az viszont robotikus, az nagyon kell, mind a három. Jó. Valami a W paket. Én nagyon bízom benned, hogy árulsz nekem olyan dolgot, ami nekem kell. Én nagyon-nagyon bízom benned, olyan szimpatikus fiatal ember vagy. Nem tudom, mit nálatok, az a szokás, hogy mindenki a szájával is néz, mert így folyamatosan nyitva van a te szád is, mint a másik léderé. Vicces lenne, hogyha most még Horda is jönne, de nem remélem, hogy nem jön. Tart. Jó, hát ha elnéztem, én nem látok itt. Nem látok semmi ilyesmit. Jó, hát 17 óra, nem nagyon érek most rá tökörészni, úgyhogy odáig ki kéne jussak. Ezeket mondjuk elolvasom, mert hogy ne kelljen vigyem magammal. Jó, szombaton, hát az pont nem érdekel. Hol a moci? Ezt az autót lehet nem néztem még meg. Ja, oké. Én nem tudom, én mindig ilyen nagy rohanás. Se gondolnám, de ahogy igen. Jó, tudom. 78, azt nem szereti, úgy látom. Tehát akkor ilyen vasaknak megyek neki, azt nagyon nem szereti.
Maci, te se szereted igazokon, neki mész a vasaknak. Na is mond. Lehet, így jobban látom a tárgyakat, mert egyébként viszok rosszul lehet állni. A templom. Hol az út ez? Hát most majd tudom, hogy az hogy van, az meg lehet tervezni jobban az útvonalat, csak az a baj, hogy ez az út az. Én nagyon remélem. Szia, Baci! Nem biztos, vagy ki tudja. De ez az út, az csak ilyen érdekes kacskaringósan megy be a faluba. Na nyomjuk, 3-4-6. Hát majd meglátjuk még, hogy hogy érünk oda. Ja, kanyarodik az út, de nekünk... Jaj! Itt tudtam, itt tudom bevenni a kanyart, hogy éppen hogy tett ilyen sebességnél... Autó! Basszus! Kitette ide? Kiparkolt ide? Nem állunk meg szétszedni. És Trader, az... Látok, ez meg is kellene nézzem, mert ez nem itt lesz az út mellett. Ja nem, hát itt van. Hello! Hello, kanyar! Kanyar barátom, mert az egyik trader az itt van. Látszódott, hogy megállt a hátsó kerék, de közben csúsztam tovább. Már nem látunk semmit. Ezek meg nem lootolhatók. Nagyon jó. Egy farkas már megtalált. Hát vagy egy, vagy nem egy. Mert már ezek a farkasokba se lehet megbízni már manapság. Jó, ezeket itt muszáj kiszedegetni, mert azért ezekben jó dolgok is lehetnének, ha lehetnének, de... Na, igen, nem hoztam magam a télikabátot, az a probléma. Nem hoztam télikabátot. A nickel ain't worth a dime anymore. Mindjárt jövök, csak ne foglalkozz vele, kell egy kis ingyen lősze. Mondjunk már! Már egy puma is engem akar. Nagyon, nagyon jó érzés. Remélem, hogy nem bugol ide be, mert akkor... Végzel shutdown, nem ér, shotgun, nem érdekel. Magnum, nem érdekel, mert most már tudok csinálni. Hát rugót is, igen, tehát árulő. Hogyha... De hát azért jobb, hogyha az ember tud valahonnan szerválni. Blade trap. Jó, hát ennyi volt. Szerintem ennyi volt. Vettem két könyvet. Okay. Szerintem a motorba pakolnunk is kéne. Megnézzük, hogy hova is kéne nekem. Most a következő hely az Joel. Hát Joel valahova, ja ide kéne, hogy... Ide kéne eljussunk. 19 óra. Hát talán. Talán. Egyedül voltál? Hát készültem azért, nehogy azt hisz, hogy nem. Hát, tudjátok, én szét tudom, mert nem akarok itt nagyon vacilálni vele, de... Ezt kell, ezt el kell adjam még. Jó, odáig kell eljutni, 980, az nincs olyan nagyon messze, csak az, hogy ilyen kanyargós, hogy nem tudom, hogy
Hogy vezet itt az út? Hát majd meglátjuk. Majd meglátjuk, hogy hogy lehet itt. Hát, oké. Oké. Kis motorral nem voltak ilyen gondok, hogy nem tudok bevenni egy kanyart. Itt viszont van. Majdnem adott egy hátast nekem. Ez egy ilyen szélesebb útnak néz ki. Szerintem igen. Igen, itt már jártam. Rendőr bácsi! Hányjon már le! Vagy hányjon egy kis havat, mert nagyon sok a hó mindenütt. Hányjon egy kis havat. Ajaj, megint bejöttem egy ilyen csőbe, amiből azt nem tudom, hogy hogy kell kimenni. Át tudok itt menni? Át, hú. Igen, be itt csak így átjönni a városon, ebben ez az egy dolog, ami ilyen vicces. Na, de most már szerintem itt vagyok 140 méter, oké. Okay. Azért vicces átjönni, mert hogy annyira kanyargós, hát nem is tudom, hogy fogok-e majd esetleg egyszer találni egy olyan útvonalat, ami gyorsan, de én szerintem előbb fogok én egy helikoptert csinálni, és akkor utána nem lesz ilyen gond, hogy merre fele megyek. Szóval találkoztam az előbb a tesóval, nem tudom, nagyon hasonlított rád. Nincs neked egy tesód véletlenül? Elektromos csapdák, azt elvisszük. Hunterek, azt még kelleni fog. Tech Planet könyvek kelleni fognak. Oké. Okay. Thanks for shopping here. Come again. Jó, azt az egy könyvet elfelejtettem eladni, de még majd, hát ha még, hát mindegy, valakinek majd eladom még. Megnézzük, hát ha odaérek még, mert innen le kéne menjünk, hát ideig, végülis a város szélén van ez. Hát ha 1,4 km, ott viszont jobban fogok tudni haladni. Jobban fogok tudni haladni. Mert hogy kint megyünk a nagy részt a város szélén. Aj, basszus. 63 százalék. Igen, itt elvileg viszont igen, nem annyira bonyolult már a kanyargás, azt hiszem. Igen, mert itt valahol, ha lemegyek, lehet, hogy itt. Ugye meglátjuk. Lesz, valószínűleg ez a kivezető út. 20 óra 30 perc. Hát, ha még, hát még éppen lehet, oda fogok érni. Oké. Ezt kikerüljük, mert máshogy nem lehet kikerülni. Jó, és innentől már csak nyomni kell. Valamennyi benzint lootoltam, úgyhogy majd feltöltöm, de amúgy meg jaj, mik ezek az autók? Érdekes, amikor a kis tröcsögével jöttem, nem okoztak ekkora meglepetést ezek az autók. Olyan sebességnél nem fogtam a fejemet, hogy ki volt az, aki ide parkolt. Hát ez ilyen sebességnél már azért másabb. Jután kell félre csapni a kormányt. Száz, húsz, ötven, az még jó, van még egy óra hosszám, a játékbeli óra hosszám, legalábbis. Na, így. A féket, de... És ezek még itt fekszenek? Hát mióta fekszenek? De őrület, nem? De hogy miért? Hogy nem tünteti el a játék? De milyen régóta? Ezek már csontá vannak fagyva. The name's Jenny. But you can call me a neved Jenny. Nem emlékszel rám? Valami probléma van? Nem emlékszel rám? Ezt nem.
Mondjuk egy ilyen sematik, hát nem tudom. Ó, macika. Macika sematik. Az viszont, azt megvesszük a macika sematikat, mert az ilyen staminát töltő. Úgyis, hogyha lesz a drónom, majd beletesszük. Hát ezt nem tudom, hogy kell. Nagyjából lesz, van már mindenben. Na mindegy, ne is csodálkozzak itt rá mindenre, hanem haladjunk. Volt itt nálad, pult alatt nincs egy silencered? Pult alatt, úgyis jó. Megoldjuk okosba. Adok érte egy szappant, vagy nem tudom, egy doboz cigit, nem tudom mivel kell lekenyerezni valakit. Hát nincs mi. Á, most kicsit csalódtam benned, na mindegy. Egye fene. Mennyi pénzem van? Akkor lehet, hogy csak megveszem ezt. Nem tudom, mindegy. Ha esetleg kell csinálni, akkor tudjak, mert szeretem amúgy. Thank you so much. Hey, come again. Jöjjek újra. Hát jönnék én. Tudod mit? Még visszajövök. Már most el sem mentem. Ezt is eladtam neked. Jó. Még azt nem tudom, hogyha én ezt kinyitom. Igen, adott nekem könyvet. Erre gondoltam, hogy én ezt kinyitotta, és adott nekem könyvet, de én ezt már... Jó, tudom, 34. Még megvesszük a Learning Elixir-t, az XP, ez majd kell a következő ordára egy darab. Oké, hát jó van, de... Hát most már ráírunk. Most már nem érdekeltek. Most már ráírunk. Nyakon lőttem. Ezt sehogy nem lőttem. Szeretik így. Távolról. Furcsán tudsz bólogatni, az egyik tudok eltalálni. Jó van, hát viszont most már akkor viszont jó. Ezeket kicsit behaigálom, hogy hát amit tudok, mert most már nem érdekes. Ja, ezt nem akartam ide eltenni. Jó, mert akkor viszont még akkor még lehet egy kis, valami kis nap végére kis jutalomjátékot, már akkor jutalomjátékot nekem. Jó, végül is, igen, ezt a macis házra gondoltam, de végül is az is lehet, hogy ott van két maci van már, nagyon jó hely. Jó helyre csöppentem. Egy maci. Az kemény. Ez nem volt jó. Ez a maci még nem, ez még él. Ó, basszus. Hova tettem a kis késit? Hova tettem? Érdekes. Gyerekek már... Ja, hogy ki enni mentek? Ja, nem is én hozzám jöttek. Várjatok már. Megy már a fenébe a macimat. Én azt hittem, néztem, hogy miért ilyen bénán jönnek ide hozzám. Hogy lehet ilyen szerencsétlenül jönni, hogy ilyen oldalazva. Hát persze, nem is én hozzám jöttek. Várjatok már, és a másik macim, azt meg megették. Ó, hogy a franc belétek. A franc, a teli hasatok. Megették a másik macimat. Tehát ezért öltem meg. Azt hiszitek, hogy nektek öltem meg. És megették. Ó, gyerekek. Ez kemény.
Nem, csak nézem, hogy miért ilyen oldalazva mennek ezek. Hát már nem is én hozzám jöttek, hát mentek a macit enni. Ilyet. Jaj. Na jó, egy gyors kört megyünk. Bár itt is, ha jól meggondolom... Igen, ha jól meggondolom, itt vannak. Szóval nem itt kéne kezdeni, nem tudom, valamiért én... Most a 21-be tették itt, hogy nyomógombbal nyílik ki az ajtó, és máshogy kéne kezdeni, de annyira megszoktam, hogy itt kezdem, hogy már... Már sajnálom. De miért olyan a fal? Az most máshogy néz ki. Hát akkor... jó. Akkor vissza az egész. Úgy megszoktam, és akkor végén meg nem is úgy van semmi. Már semmi nem úgy van. Na akkor gyertek elő. Bujócskázó. Gyertek elő. Hát ide tették ezt a sok lootot. Jó, akkor... akkor ezt máshogy kell mégiscsak legközelebb. Máshogy néz ki. Hát ezek szerint nem jártam még ilyenbe. Hát az is lehet. Oké. Hát most itt kinyitottam, de ez nyitotta volna ki ezt az ajtót, szóval már mindegy, amúgy. Akkor legközelebb máshogy csináljuk. Bár így se rossz, csak nem teljesen így van a dolog szerint, de jó. Hát ezt elég rendesen átrajzolták ezt az irodát, mert ez abszolút nem így nézett ki régen. Vagy hát nagyon sokáig nem így nézett ki, aztán látszik, hogy most átvadiálták. Mi a tök ez? Jó, hát ezeket itt átnéztem. Hát akkor végülis még lehet, hogy a többi dolog is megváltozott, úgyhogy nem tudom, megnézzük. Hát itt eddig egy valaki jó volt ebben. Jaj, most meg... Ho-ho, mi van itt? Egy egész csapat. Na jó, nem bánok veled a kesztyűs kézzel. Mi ezt őriztétek? Ez egy nyavajás táskán. Na várjátok, oda meg felülről kéne bemenni? Vagy hogy? Úgy gondoltátok úgy normálisan az egész? Valószínűleg itt fel kéne másszunk, nem? Már nem tudom. És Lukas a tetején. Ott meg be kéne menni. Hát természetesen... Próbálom nem felfedni, hogy hol van itt valaki. Ja, hogy... Most felnyitottam. És nincs itt senki. Hát ez most meglepett. Manapság már ritkán lepődöm meg, de most meglepődtem. Megnézzük, hogy hol van itt kutya. Valahol annak is kéne még legyen. Kutya orrát keresem, de nem látom. Bár mondjuk most nem úgy vannak a kutyák, nem? Most a kutya fekszik. Ott fekszik. Ja, mert régen... Na, menjünk innen ki, mert rossz helyen vagyok. Oda ment a zajra, az nem is ott voltam már. Rád rántottam, mi? Meglepődtél te is. Meglepődtél, hogy miket tudok. Mindegy, ezek is előjöttek, mert elő is kellett, hogy jöjjenek, csak a szükséges rossznak meg kellett történni. Hát mindegy, akkor kezdjük az elején, akkor már túl vagyunk már mindenen. Túl vagyunk mindenen, menjünk be. Jó napot! Ja, nem vagyunk túl, hát ott még kell, hogy legyenek. Gondolkodni. Oh, rendőrbázis van.
És jön is. Nem képzeled, hogy hagylak hányni, nem megrobbanni. Nem gondoltad komolyan, igaz? Ezek szerint amúgy egész csendesen tudok már menni, hát bejöttem azon az ajtón, úgyhogy nem hallottak meg. Na, mondjuk örülök amúgy. Na, tudok, nagypapa Moonshine-át, meg Shepherd Pie-től csinálni. Okay. Még egy? Hát lassan minden kaját kitanulunk itt. Lassan minden meg lesz. Nem tudom, az emeleten mi van. Hát most igen, szét lehetne amúgy mindent szedni. Nem tudom, hogy... Hát az ágyakat lehet, hogy tényleg jó lenne, ha legalább ágyat találok, mert az adja nekem a nagy rugókat. Más nem is, de... Az elvileg ez az ágy, ez kéne adjon vagy 6-ot, nem? 4, 5-öt, igen, és igen, megvan, vagy nem, plusz 7-nél járunk. Ja igen, mert azóta tettem rá pontot. Igen, tettem rá egy pontot, hogy 20%-kal többet adjon, aztán úgy látszik, hogy kiszámolta a 20%-ot. Jó, most fent vagyok az emeleten, de se baj. Bemetnék most a tetőre is, de mondjuk nézzünk be ide először. De be sem. Vagy volt ilyen a másikon? Nem biztos. Jó, hát lehet, hogy majd a zombi medvés házban, meg majd bemegyünk legközelebb, mert most már akkor ezt végignézzük, mert ez is elég jó, hát most 44 rugó van nálam, az jó, legalább lesz. Ide is bejövünk. Ja, ott lehet felmenni. Jó. Értem én a trükköt. Értem én. Ez, ja, még ezt is meg lehet nézni. Hát, hogy vasat fogok találni abban a fiúkban, mindenre gondoltam, csak erre nem. Hát azt mondja, menjünk fel a tetőre, de esküdöm ebbe a sorrendbe akartam csinálni, de jó, megnézzük, menjünk. Biztos lesznek madarak, vagy a lőszer jobban örülnek. Nem áll, hogy emberek vannak fel. Mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy ember lesz a tetőn. Mármint, hogy madárra jobban gondoltam. Hát mindegy, ott voltam már bent, úgyhogy akkor oda nem kell menni. Hát jó, ezeket is akkor... Hát ha már itt vagyok, nekik meg már úgyse kell. Nem kell légkamera. Az is tök jó, már 58-nál járok, ez nagyon jó. Ahhoz képest, hogy szinte semmi nem volt, tehát ahhoz képest ezek nagyon jók, hogy sok van. Úgy kellett keresgéljek egyet, kettőt, meg nagyon nagy szegénység volt nem régen. Hát ugye kell csináljak, azt meg is... Meg is nézzük, hogy... Hát ugye száz a cél, de mindjárt ez is lesz már... Rugóból is 30, tehát azért mondom, hogy az a baj, hogy... Embertelen módon viszi ám a dolgokat. Hát csodálnám, ha nem lennének itt madarak, amúgy. Nem, miért ne lenne? Mindig van. Az meg ott egy lejárat. Van egy lejárat. És még, és le is lehet menni. Hát megnézzük, hova visz ez a lejáró. Biztos valami jó kis csapda. Adjunk nekik esélyt.
Adjunk egy kis esélyt nektek, hogy megölhessetek végre. Kezd befogni, torom? Kezd egy kicsit, aha. Ó, itt fogunk lemászni, szuper. És most ez mi? Semmi. Nem baj, kinyitottuk. Ez valami tető rész. Na nem baj. És ez? Ugyanúgy semmi. Erre nem gondoltam, hogy ilyeneket, ilyen helyeken fogunk mászkálni. A vicc az, hogy nincs itt senki, mert úgy nem ehhez vagyok hozzászokva. Ahhoz vagyok hozzászokva, hogyha bejövök egy ilyen helyre, mindig van valaki. A csapda behoz valahogy, de hát nincs. Hát most viszont 60. nap, amúgy az csak azért érdekes, mert ugye ez megint osztható 3-mal, majd a következő nap már megint trader váltás lesz, úgyhogy ez már megint egy érdekes. Ó, még egy. Rászjött rám. Tudtam, hogy lesz itt valami. Tudta a fene. De régen is volt ilyesmi, hogy... Aha, régen is huncukkodtak ilyesmivel. Meg akarják állítani a szegény túlélőnek a szívét. Ráijesztenek. Hú! Nem tudom, hogy olvastam olyan könyvet, hogy az ajtók adnak rezet. Hát megnézem most ide. Nem, ez csak fát adott, akkor ezt nem olvastam még. Jó. Jó, ez, ennek viszont 80 az ára, ezt majd inkább eladom. Most már lassan, hát még éppen nem jártam minden szobába, de már lassan jártam. Mondjuk az mutatja, hogy melyik szobába jártam, ahol nincs ágy, ott már jártam. Már jó, 72 rugó. Sapkának milyen ára van? 9. 9 volt, amíg le nem scrappeltem. Ja, nem sokára amúgy szintlépés lesz. Hát, oké. Okay. Jobb, ezek kellenek, meg a ruhaanyag, hát ruhák, igen, ezek is. Ez mennyi? Ez is 9, vagyis scrap. Becsületes neve, Scrap. Ó, azt is, hát kettő. Kettő van egymás után. Oké. Ez se lootos, tehát szerintem azt is szét lehet szedni, mert ez ad nekem... Hát, csövet ad, lehet, hogy ad mechanikust is, azt lehet, hogy csak csövet. Csövet meg vasat. Jól van. Az óra szerintem semmit. Akkor itt végigmentem, itt még alul van szerintem, ahol nem voltam. Hát igen, mert félre vittek itt a... Ez egy acél. Ja, micsoda? Dehogy acél, ez crap. Ja, bocs. Akkor nem érdekel. Úgy nézett ki, nem tudom, hogy ránéztem és azt hittem, de nem.
Meg is lepődtem, hogy ez csak egy scrappes, mert rajtam már szerintem acél van, ha... Igen, csak hármas. Hát nem tudom, hogy jönne egy zombi apokalipszis, mondjuk, hogy krep vasakból miből csinálnék magamnak acélt. Megint nem bírok már menni? Hát, nagyon. Ez az egyes pisztolyt leszkreppelál, ezt a kis valamit is. Ezt meg megiszom. És apróságokkal egy kicsit próbálunk. Ezeket meg nem lehet, ezt nem lehet. Ez csak egy szimpla kajás. Tehát itt akkor megnéztem, hát sem vagyok benne biztos, ebben a szobában nem voltam bent, aha. Nem csak itt elmentem mellette, aztán már nem tudom, hogy miért. De képzelhet, hogy még a mellette elő szobában sem volt. De mindjárt kiderül, mert nem tudom, lehet, hogy még van egy szoba. Mert van, amelyikben voltam a legel, tehát az elsőben, aminél fel kell menni az emeletre. És még lehet, hogy a kettő között, ez meg a másik között, lehet, hogy van egy. Még esetleg. Ja, szerintem ez. Mert ott már meg voltam. Hát szerintem ez az utolsó szoba. Ez az utolsó szoba. Hát te meg, ha így jártál, elviszlek. Gyere, utazunk. Utazunk együtt. Animal Cannibals-nak volt egy ilyen, hogy ez a harmadik szoba. Ez itt van. Hát az utolsó szoba, remélem. Meg ez egy kínai váza. Ez itt a. Na hát akkor várjátok, itt még csukva vannak az ajtók. Az hogy? Ja, gondolom, mert ott valamelyik felvitt egy ilyen izé az emeletre. Aha, igen. Oké. Nyisd ki! Hát akkor ezek szerint még két szoba van, ez meg egy másik, még ahol még van. Jó, hát 105 a brugó. És 292, mert közben jön a ruhaanyag is jön amúgy, szóval az nagyon jó. Akkor várjátok, ez még nincs nyitva. Ez mennyire viccesebb lenne, hogy némelyikben ezekben lenne zombi vagy valami, de ezek régen se voltak valahogy. Valahogy nem teszik ide. Ami nem baj, jó van ez így. Csak olyan kiszámítható, ugye itt a mellett előszobában van egy kutya, olyan kicsit kiszámítható, de mindegy. Egy kicsit olyan randomizálhatnák, az úgy viccesebb lenne, az ember nem tudja, hogy mikor kell fusson. Jó, én szerintem itt jártam mindenhol, talán, nem biztos, de talán ott a földszín, ott is elmentem addig. Szerintem elmentem. Vegyük úgy, hogy elmentem addig. Illetve elvánszorogtam, mert már menni az némileg túlzás, már nem tudok menni, csak így vonszolom magam. Tehát én arról felől jöttem, az azt jelenti, hogy nekem arra fele kell menjek haza. Hú, jól van. Na hát ezzel gyorsan otthon leszünk. 46% a benzin, de van nálam. Van nálam, úgyhogy biztos hazaérünk. Olyan rövid ideig van hangjuk, olyan pillanatokat hagyom le őket, hogy nagyon jó. Na, most már itt a zöld terület.
Kis motorral még ki kellett vágni ezt a részt, mert annyira hosszú volt, de így azért nagy motorral azért jobban lehet haladni. A kanyarokat azt óvatosan kell bevenni, mert azért nem egyszerű, de oké. Hát kíváncsi ezek a kohóba is, most már beégtek dolgok. Most rányomom majd, hogy kezdje el le is gyártani, amikor beégtek. Hát, hogy mennyi lesz belőle, nem tudom, de biztos jó sok. Kikapom minden is, hát amit ki tudok. Ki tudtam szedni mindent? Ja, hát most már mondjuk menni nem tudok. Ugrani tudok még, de már menni nem tudok. Az igen, ez kemény. Na nézzük, nyomjuk meg, hogy mennyit. Ha csak most már... Hát ez a gond. Vagy hát nem tudom. Na mindegy, craft mehet. Jó. Ja, itt még maradt több. Jó. Oké. Na hát akkor most van az, hogy el kell kezdeni kipakolni, és azt hát szerintem itt kezdem felül, mert hogy mennyi rugóm van, van 206 rugóm már, mondjuk 39-ből lesz 125, de jó látni, na végre már. Az olajok is jöttek most is valamennyi, az nem tudom, hogy adogatja a lootban, amikor is néztem, hogy jó, olaj biztos nincs, és akkor kiderült, hogy ja, hát van egy csomó, csak nem tudtam, hogy mikor jött, honnan jött, megint 886 anyag, hoppá csak, na végre az is jött. Ezt bedobjuk oda. Oké. Jó, hát talán nem. És akkor megyünk még egy kört. Nem akarom rányomni ezt, mert akkor kirakja a saját lőszeremet is. Szóval az a vicc benne, hogy na mindegy, azért nem... Ugye vannak módok, amivel le lehet fixálni a... Vagy nem azt, szóval le lehet fixálni a saját kis... szlotjaimat, és akkor így, és akkor abból nem fog kipakolni, de így az a baj, hogy ebbe a formába ez viszont így kipakol, tehát és így meg tudnám tréfálni. Nagyon is meg tud tréfálni. Hát nem olyan sok ruha van, de azért nem olyan nagyon sok ruha van, de egy pár darab. Ez egy csizmos, és 57, jól van, akkor megbocsájtok magamnak, hogy nem szkreppeltem le. Nem csak lőszer, mert azért maradt itt. Jó, akkor ezek jönnek. Hopp, egy könyv, az is itt maradt véletlenül. Mondjuk ezeket lehet, hogy rá lehetett volna például nyomni, mert ez olyan volt pont, ami itt a kohós dolog, azt szerintem megint rá lehet. Teszek majd a fát is. Kohós dolog, hát nem is tudom, hogy van itt még, de hát ezek szerintem nem nyomta ki. Vegyi, hát hogy azt is ki lehet így, az építőst azt ki lehet szerintem így. Oké, konzervek, hát szerintem azt is, hogyha létezik ilyen. Vizek, csak így most vizek, na igen, és akkor kiraktam például a, kiraktam az innivalót, tehát a evős, ivós, azt megint olyan, hogy nem érdemes nagyon kidobálni, mert az a baj, hogy az megint meg is trükközött. Rányomtam, és már ugrott is az innivalóm. Ez micsoda? Ez csak seed. Oké, ez is seed, igen, ez seed, az nem, ez igen.
Ez is csak mag. Ja, oké, még ez is itt. Itt van a sarokba, csak már nem látom. Akkor ez meg még egy kis ilyen. Jó, most már alakul, mindjárt kész vagyunk. Jó. Egy darab könyv, az nem tudom, hogy miért maradt itt egy kis pénz, szerintem ez is ide jön. Hát ez a nagypapa izéjét, ezt majd szerintem kirakom a... Ja, hát szerintem ez is ide jön. És akkor ezt majd kirakom a várba. Mi van még akkor? Ja, maradt itt egy... Hát ezt a barna, a már megint nem látta. Itt van. Hát ezt a barna izét ki a fene, aki észrevesz itt ilyen terepszínű a fenében. Na mindegy, jó. Oké. Oké, na sikerült kirakni mindent ide. Hát ezeket mondjuk jó lenne még, akkor még telerakjuk. Ezt megfelezem, és akkor úgy megfelezem, hogy így. Apazó, hogy van az, hogy 14? Na jó, 7, 4, jó. Jól van. Körbeértünk, sikerült. Mondjuk ezt a magnót, vagy micsodát, dezertet, ezt megcsinálhatnám, de lehet, hogy már csak legközelebb, mert így is nagyon hosszú lett már, így... Hát, ja. Mert az, ahhoz képest, hogy mondtam, hogy olyan egyórásokat tervezek, aztán utóbbi időben egy kicsit tovább mentem, meg túlmentem rajta. Jól van, hát azokat is még nem lehet leszedni, mert azok még nőnek. Jól van, hát én szerintem jó volt ez a kis kör, okosodtam is meg, azért sikerült egy csomó alapanyagot szedni. Úgyhogy majd még biztos csinálunk ilyen hasonlókat, de meg hát ilyen másfajta felfedező körutakat, mert azért még én szerintem, hát megnézzük hogy az utakat, hogy hogy mennek, biztos, hogy még errefele is van valami itt felül, itt is megy út valahova ide, szóval itt még szerintem vannak városok egész biztosan valamerre. Valahol is néztem, hogy hol volt az... Ja, itt volt, azt hiszem, igen, hogy itt is jött egy ilyen többsávos út erre, tehát ezek szerint elképzelhető, hogy itt is van, sőt, itt is jön lefele, tehát szóval valószínűleg itt is van valami, nem tudom, úgyhogy majd meg kell ilyen felfedező útokat is csinálni legalább, mert elképzelhető, hogy vannak még itt a közelben traderek is, meg más dolgok, úgyhogy akkor lehet, hogy máshogy is lehetne majd menni. Jól van, én viszont megköszönöm, hogy itt voltatok, további szép napot mindenkinek, sziasztok!